Először jöjjön a videó elkészítésének rövid története. A képen látható trafót a OB Elektronika aproidet és rovadában hirdettem meg. Ez egy szovjet mikrohullámú sötő 1 kW-os hiperszél trafója, amin egy fűtőfeszültségtekercs, egy 16 voltos szekundertekercs és egy 2000 voltnál valamivel nagyobb szekundertekercs található. Többen is érdeklődtek a trafó iránt. Az egyik úriember minden áron utánvétel szerette volna megkapni a fenti trafót, hát aki kicsit is járatos ebben az üzleti világban tudja, hogy utánvétel nem küldünk ilyen dolgokat, hanem inkább ragaszkodunk ahhoz, hogy előre utalással jussunk a pénzünkhöz. A beszélgetés vége az volt, hogy megkérdezi ezt, hogy működik a trafó. Ezen én aztán kissé felhúztam magamat, és úgy döntöttem, hogy készítek egy videót a YouTube-ra, kirohantam a műhelybe, de aztán rá kellett jöjjek, hogy ez nem is ilyen egyszerű, mivel nem rendelkezem olyan műszerrel, ami váltakozó nagy feszültséget tud mérni, hanem általában a csővoltmérők egyen 30 kV-ot mérnek. Na hát, nekiálltam és összeraktam a fenti összeállítást, amivel egy Tesla BM 518-as multiméterrel és egy EMG gyártmányú nagyfeszültségű szondával gond nélkül megmérhető ez a feszültség, sőt 30 kV-ig elmehetünk vele. Először nézzük meg a hálózati feszültséget. Lehet látni, hogy a hálózati feszültség 231 néhány volt, és akkor utána mérjük meg, hogy mennyi is van a szekunderen. Jól látható, hogy közel 2,5 kiló volt, középsőn egy százassal kevesebb, a harmadikon szintén, tehát 2,3 és 2,5 kiló volt közötti feszültség van. Az ISO jól indikálja, hogy a trafó éppen most is működik. Egy érdekességként meg lehet nézni, hogy micsoda erőtér uralkodik a trafó körül. A szonda közelítésére is a műszer kitérés jelez, tehát ilyen gyönyörű nagy feszültségű erőtér van a trafó körül. Azt hiszem, ennél jobban nem is lehetne bizonyítani a trafó működő képességét. Ez kétszeresen is haszon volt, egyszer azért, mert be tudom mutatni, hogy trafó működik, és semmi svindli nincs benne, a másik meg az, hogy egy jót szórakoztam, és egy jó kis mérő összeállítást összeraktam, amit veletek is megosztottam. Remélem, mindenkinek tetszett. Ennyi volt körülbelül.